Bódi Gábort nem csak nézni érdemes, hanem olvasni is. Ez talán nem minden magyar rendezőről mondható el, róla igen, méghozzá kétféle értelemben is. Az egyik az, hogy nagyon komoly film elméleti munkássága volt, magára a saját filmművészetére is erősen reflektált, és a saját korszakának a filmművészetére, ugye eleve a filozófia, a bölcsészettudomány felől érkezett a filmre, és ezt egészen végig az egész életművében megtartotta a film nyelvi, miben léte iránt érdeklődését, és erről nagyon sokat írt. A másik pedig, hogy az ő filmjeinek a forgatókönyvei, azok nem feltétlenül azon a hagyományos módon készültek, ahogy ezt megszoktuk. A három nagyjátékfilmre, ha csak gondolunk, az mind a három különböző variáció erre. Az Amerikai Anzix még viszonylag egy hagyományosabb forgatókönyv nyomán készül. A Pszichi esetében van egy forgatókönyv, de nagyon-nagyon sok a módosítás, kihagyás, illetve a jelenetek felcserélése. A harmadik filmje esetében, a Kutyai dala esetében pedig nincs is forgatókönyv, hanem ilyen-olyan feljegyzések, koncepciók vannak, amelyek voltak éppen a forgatáson segítették az alapvetően improvizatív módszerrel készült filmet. Tehát az ő esetében úgy gondolom, hogy őt, ha meg akarjuk ismerni, akkor nem elég a filmjeit megnézni, hanem érdemes elolvasni az írásait is. Az írásos életmű olyan jelentős és terjedelmes, hogy három viszonylag vaskos kötetbe fér bele. Az első az már jó sok évvel ezelőtt megjelent, azzal az ígérettel, hogy az első kötet és még követi három. Sajnos akkor ez nem folytatódhatott anyagi okokból. Az első kötet a film elméleti írásokat tartalmazta, illetve az Amerikai Anzix, tehát az első egész estés játékfilmhez kapcsolódó írásos anyagokat, forgatókönyvet. Ami most sok éves késéssel, de végre megjelent, a második kötet, ez a két másik egész estés játékfilmjének az írásos anyagát tartalmazza, a Psziché című filmnek a forgatókönyvét, illetve a Kutyai dalához kapcsolódó különböző feljegyzéseket, dokumentumokat, mert hogy ehhez a filmhez nem készült hagyományos értelembe vett forgatókönyv. Módinak a Pszichéje és a Kutyai dala eléggé különböző filmek, miközben, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy a magyar filmtörténetben mi a helyük, akkor azért nagyjából hozzá lehet rendelni egy magyar filmtörténeti irányzatot, ezt úgy nevezzük, hogy új érzékenység. Ennek a bizonyos új érzékenységnek volt Bódi, megkockáztatom, azért a legjelentősebb és a legelméletileg is elkötelezettebb alkotója, aki nagyon sok fogalmat e tekintetben szintén kifejtett tanulmányaiban. Ugye ez a posztmodern paradigmájához kapcsolódik, ez a bizonyos új érzékenység, ami magában rejti azt, hogy minden úgymond új, újra van mondva, és a Bódi is alkotott egy ilyen fogalmat, ez az új narrativitás, amelyben azt próbálta meg körülírni, és a két film ennek a jegyében készült, hogy hogyan lehet másképp történetet mondani, visszatérni a történetmondás nagy formájához, de ezt hát ebben a bizonyos posztmodern közegben némiképpen morzsalékosabban, olyan kaleidoszkópszerűen összerakni ezeket a történeteket. És mind a két film ilyen értelemben valósul meg. A Psziché az egy nagyon nagy ívű történelmi áttekintés. Ugye ezt a filmet még azért a mai néző is hát úgy nézi, hogy egy nagyon kísérleti filmet lát, egy különleges filmet lát. Még akkor is, hogyha ez nagyon is egész estés, hiszen a hosszú változat az valóban hosszú, több mint 4 órás. De a film tele van a mai nézőt is meglepő, nagyon bátor képi megoldásokkal. De másfelől viszont az azért érdemes arra gondolni, hogy olyan értelemben nagyon erősen kapcsolódik a magyar filmtörténeti hagyományhoz, tehát a mindenkori kánonhoz, hogy egy nagyon határozott történelmi társadalmi gondolatot fejt ki, méghozzá nagy ívűt, a felvilágosodás korától, innen indul a történet, egészen a 1920-as évekig, tehát a protofasizmus koráig, és nem vagyok történész, de megkockáztatom, hogy ez voltak éppen a magyar polgári fejlődésnek, illetve korszaknak a nagy időszaka, amikor megszületik a nemzeti kultúra, és az ország küzd az önállóságáért. Ez az, ami a felvilágosodással indul, és hát a protofasizmus korában ott nagyjából véget ér, hiszen aztán jönnek az újabb megszállások és diktatúrák. Ezt a nagyívű korszakot tekinti át, de úgy, hogy ezt nagyon személyessé teszi, mindössze 3 főszereplővel dolgozik, és az ő történetük sem egy folyamatos, hagyományos narratíva. A Kutyai dala pedig, ha lehet, még
ilyen szétesőbb világot mutat. Ez a néhány év, ami a két film között eltelt, ugye 80 nap Széhé és 83 a kutyai dala, talán ez is ezen nyomot hagyott, hogy 80-as évek már egy nagyon recsegő, ropogó világképét mutatja, amely megint ez a film nem politizál közvetlenül, de erősen benne van azért a politikai motívum, éppen a Bódi által alakított álpap és egy volt funkcionáriusnak a vitája kapcsán. Szóval ez a film is, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy szintén ez a magyar filmtörténeti hagyományhoz kapcsolódik, még akkor is, hogyha lehet, hogy első látásra ilyen nagyon bizarr, nagyon különleges, társadalmi, politikai értelemben nehezen dekódolható filmként azonosítjuk, mert hogy annyira különös a világa. Amit képileg tud, az pedig azt gondolom, lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, de hogy nemzetközi szintéren is rendkívül újító jellegű, hiszen a Pszichében ott fantasztikus képi stílus valósul meg, nagyon különös módon egy nála jóval idősebb már mester operatőrt kér meg, Hildebrand Istvánt, aki hát itt viszont szabadon kiélheti azt a vizuális fantáziáját, amit esetleg korábbi filmekben nem tudott megtenni, és analóg technikával, tehát hogyha valaki ezt a filmet megnézi, ne gondoljon arra, hogy ebbe számítógépes CGI technika volna, itt minden analóg technikával készült, és varázslatos képi, különleges stílus bontakozik ki a szemünk előtt. Kutyai dalában pedig aztán Bódi már a videót is bevonja, tehát a legkorszerűbb technikai eszközöket is mozgósítja ennek a látásmódnak a kifejezésére. A Psziché forgatókönyvének az olvasása talán azért tanulságos, hogy kicsit betekinthetünk az alkotó műhelyébe. Igyekeztünk, ez nagyon nagy munka volt, úgy megközelíthetővé tenni ezt az írásos anyagot, hogy jelezzük, hogy mi az, ami kimaradt a filmből, és mi az, ami máshova került a filmbe. Tehát nem egy az egybe kvázi a film szövegkönyvét nyújtja ez a kiadás, hanem ennél többet. Azokat a jeleneteket is, amik végül is nem kerültek a filmbe, vagy esetleg máshova kerültek. Tehát azt gondolom, hogy aki ismeri a filmet, annak számára is, hogyha elolvassa a forgatókönyvét, és a legteljesebb változatot adjuk közre, akkor ez tud újat mondani. A Kutyai dala esete az nagyon más, mert ott nem volt hagyományos forgatókönyv. Itt tulajdonképpen azt mondanám, hogy ennek a nem könnyű filmnek az értelmezését segítik meg Bódi gondolatai, hiszen amit itt közölni lehetett egyáltalán, azok különböző koncepciók. Tehát nem forgatókönyv, hanem a forgatókönyv, illetve a film elkészítéséhez folytatott előtanulmányoknak különböző lecsapódásai, ezek nem feltétlenül úgy íródtak, hogy a Bódi akár ezt publikálni akarta volna. Nyilván itt már az utókor tartja ezt annyira fontosnak, hogy érdemes ezt is. Azt mondanám a Kutyai dala esetében, hogy ilyen cédulaként mellé tűzni a filmélményhez azt, amit itt ebben a könyvben olvashatunk mindenről. És akkor még egy harmadik kötet kiadását is tervezi a kiadó. Ebbe egyrészt az interjúk jelenhetnek meg, másrészt az életműnek a legutolsó szakasza, amelyben videóművek készültek, ezben is nagyon újító szemléletű volt, és ezekhez a videóművekhez kapcsolódó, megint csak elméleti írások, tervek, koncepciók, ezek kerülhetnek majd a harmadik kötetbe.